Csak az első percekben tudott partiban lenni a Contitex Szeged a Miskolc ellen. Az alapszakasz utolsó, 14. fordulójában a kezdeti biztató játék után jött a borsodi henger, és a sorozatos vendég gólokra nem volt szegedi válasz. Gyakorlatilag a félidőre eldőlt a 3 pont sorsa, amikor 7-2 állt az eredményjelzőn. A fordulás utáni harmadik negyed 5 vendég gólt hozott, és csak az utolsó 8 percben sikerült megzörgetni a vendégek hálóját, több mint 20 perces gólcsendet megtörve ezzel. Az utolsó negyed 3 szegedi találatára 6 miskolci válasz érkezett, így a végén 18-5-re kapott ki a Contitex. Nekem nagyon rossz látni azt, hogy a Szeged ilyen szintre tudott visszalépni abból, ahol volt. Köztudott azért én itt egy nagyon jó 5 évet eltöltöttem 78-tól 83-ig, és 45 éves szegedi vízilabdának ilyen szintű visszalépését nem tudom elfogadni Miskolcról sem. Azt kértem a meccsőt a fiúktól, hogy eredménytől függetlenül küzdjünk, harcoljunk. És az elején ez támadásban nagyon jól megmutatkozott. Igazából a végén megint tudtunk egy kicsit jól támadni, sajnos a közepe az bátortalanra sikerült. Még mindig nem vagyunk elég bátrak és agresszívak sem támadásban, és különösen védekezésben ez nagy probléma, az agresszivitás hiánya. Az igazán fontos mérkőzések ezután jönnek majd. A bajnokságban a középszakasz következik, ahol a Kaposvár, Vasas, Szombathely, UVS-e kvartett lesz az ellenfél. A szegedieknek ezeken a mérkőzéseken kell elkezdeniük gyűjteni a pontokat, ha jövőre is az OB1-ben szeretnének játszani.